Én örökre ide szeretnék járni. Családi napot tartotta a Legjobb utcai csapat nevű hip-hop tánc együttes Bátaszéken. Az eseményt a Tájház udvarán tartották, az egyesületnek ez volt az első nagyobb rendezvénye idén. Nagy Flóra 3 évesen kezdett itt táncolni. 3 éve járok, és nagyon szeretek itt táncolni, meg nagyon sok barátot lehet itt szerezni. Béda Zsajke is elmondta, miért szeret ide járni. Az esztés nagyon kedves, meg fellépések is jók szoktak lenni, meg a versenyek is. Hellinger Alíz is sok barátot szerzett az egyesületben, de azt is elmondta, mi a kedvenc táncstílusa. Hát inkább ez a hip-hop. Hát, hogy jó zenék vannak benne, és az is nagyon tetszik, hogy még így a többiekkel is tudok táncolni. Nem csak Alíz, a testvére is ide jár. Édesanyjuk nagyon fontosnak tartja ezeket a közös összejöveteleket. Egyesületen kívül is szoktak találkozni, úgyhogy így legalább ismerjük a szülőket és egymást is, hogy hova engedjük el a gyerekeinket, mert hát itt ez egy nagyon jó kis közösség lett. Tehát így az évek alatt nagyon jól összecsiszolottunk, összekovácsolottunk, kiállunk egymásért, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat itt egymás körében. Nem csak az, hogy ugye hetente táncolnak és összejönnek és próbálnak, hanem az, hogy családilag így együtt is. Tehát több család ugye együtt összeülünk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és ez így ilyen éjszakában, akár hajnalban nyúló mulatságok szoktak lenni, és nagyon jól szoktuk érezni magunkat. A nagyobbik lányom, ő már most járja ki a 3. osztályt, úgyhogy ő a nagy csoportos kora óta jár ide az esztihez, a kisebbik pedig hát csak 4 éves, úgyhogy ő most kezdte. És hosszú távú terveink vannak. A Covid után ugye nagyon széthúzott mindenki, szerintem nem csak mi, hanem bármilyen egyesületről is beszélhetünk, és úgy éreztük, hogy már annyi minden történt velünk az elmúlt időben, hogy muszáj összejünk, és egy kicsit együtt legyünk, és megismerjük újra egymást, mindenkinek a gyermekét, mindenkinek a szüleit, hogy tudjuk is, hogy kik tartoznak a csoportba. Jelzés előtt, mikor hozzák a gyereket, vagy mikor viszik el tőlünk, akkor úgy érzem, hogy van mit mondaniuk nekem is, a gyerekeknek is, illetve egymás között is van mit megbeszélniük. És az az idő az nem elég, mert sietünk. Rohanunk, hozzuk, visszük csak a gyereket. Jó időnk is lett szerencsére, úgyhogy ez a délután pont arra jó, hogy mindenki mindent is meg tudjon beszélni egymással, meg amiket nem is tudtunk egymásra, hogy kivel mi történt itt a bezárt időszak alatt, az most teljesen jó arra, ez a délután arra. Lángost ütöttünk délután, estére pedig paprikás krumplit főzünk a gyerekeknek, és ők pedig természetesen eltölthetik a szabadidejüket játékkal, színezéssel, rajzolással, csillámtetkózással, amivel éppen érik. Nemrég egy nagyobb változás állt be az egyesület életében. A közelmúltban történt egy teremváltásunk, ugye a Kossuth utca 3-ból át kellett költözünk a művelődési házban. Ez a művelődési házban ez abból a szempontból jobb, hogy 2 teremben tudunk egymástól párhuzamosan tanítani, de abból a szempontból rossz, hogy ugye mindig valamihez kötve vagyunk. Tehát nem azon, hogy reggel én bemegyek, és akkor este 8-ig akkor folyamatosan táncolunk, hanem a rendezvényekhez nekünk igazodnunk kell. A Best Street Team a nyári szünetben sem engedi el az idejárók kezét, 2 tábort is szerveznek. Van még jelentkezési lehetőség, nagyon minimális, mert ugye a kapacitásunk az eléggé kötött. Július 4-én, illetve augusztusban lesz még egy, azt még nem tudjuk pontosan, hogy mikor. 6 éves kortól lehet a gyerekeket a táborba iratni, mert kisebbekkel nem tudok foglalkozni. Tanítok 3 éves kortól, de a táborba ők még kicsik, nem tudom őket reggeltől estig folyamatosan megfigyelni. Körülbelül 40 fővel indítják majd a nyarat, tette hozzá az egyesület vezetője. A rendezvényen a Best Street Team család közel 50 fővel vett részt, és fogyasztotta el este az elkészült paprikás krumplit.